Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország kormánya döntött az óvodák újranyitásáról. A rendelet szerint a mai naptól az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket további feltételek előírása nélkül fogadják. A Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 óvodájába ma reggeltől várják vissza az óvodásokat. Az intézmény készen áll az óvodák teljes körű újranyitására, melyhez nagymértékben hozzájárul az elmúlt közel 2,5 hónap alatt megvalósult takarítási, karbantartási feladatok elvégzése az ügyeleti rendszer működtetése mellett. Az óvodáinkban ügyeleti rendszerben látjuk el folyamatosan a gyermekeket március 16-a óta, és az ügyeleti ellátás mellett készülünk arra, hogy nagyobb létszámmal is tudjuk fogadni a gyermekeket. Készen vagyunk a karbantartási feladatok nagy részével, az óvodáink tiszták, fertőtlenítettek, úgyhogy várjuk a gyermekeket. Jelenleg 5 fős csoportokba tudjuk fogadni az óvodásainkat. Ez mostanra már elég magas létszámot eredményezett az óvodáinkban, hiszen a mai napon már 126 kisgyermeket 28 óvodai csoportba láttunk el. Hamarosan betelnek a csoportszobájaink, hamarosan betelnek azok a helyiségeink, amelyekben tudjuk fogadni a gyermekeket. Úgyhogy ez az 5 fős maximalizált létszám úgy tűnik, hogy az igények ennél több lesz hamarosan. Az intézkedéssel egyidejűleg óvodai gyermekétkeztetés csak az óvodai ellátás keretein belül igényelhető. A gyermekek napi 3-szori étkezésben részesülnek. A folyadék ellátásuk az egész nap folyamán biztosított, így kérik az otthoni ételes dobozokat, kulacsokat lehetőleg ne hozzanak be az óvodába. Az óvodák újranyitása örömmel tölti el az óvónőket és a daduskákat, hiszen a jelenlegi működési rendben megközelítették a létszámkorlát felső határát több óvodában. Ahol kisebb gyermekek vannak otthon, vagy iskolás gyermekek vannak otthon, vagy home office-ba dolgoznak a szülők, ott azért könnyebben meg tudják oldani azt, hogy az óvodások is otthon maradjanak, és még a szülők tervezik is, hogy ők már a nyári időszakban nem fogják óvodába hozni a gyermekeket. Ott, ahol azonban a szülők dolgoznak és mennek vissza dolgozni, vagy éppen már most a home office-ból a normál munkarendbe térnek vissza az elkövetkezendő napokba, ott viszont nagyon megnőtt az igény az óvodai ellátásra, és így egyre nagyobb és egyre szűkebbek a lehetőségeink, egyre nagyobb az igény és a lehetőségeink pedig egyre szűkebb ezzel a maximalizált 5 fővel. Az intézményekben kialakított és elvárt személyi és környezeti higiéniára vonatkozó előírásokat, ajánlásokat továbbra is fokozottan betartják. Az óvodában csak egészséges gyermekeket fogadnak. Az újranyitás időszakában az óvodában tartózkodást a szülők részére korlátozzák. Így óvodába érkezéskor, távozáskor kérik az ajtóban adják át és vegyék át gyermekeiket az óvodá dolgozóitól. Továbbá kérik, hogy a gyermekek az óvodába otthoni játékokat, alvókákat ne hozzanak. Az óvodák újraindításának időszaka a hagyományosan megrendezésre kerülő évzáró és a nagycsoportos óvodai búcsúzásnak az időszaka. Az intézményvezetés döntése alapján e meghitt pillanatok a családokkal közös örömteli együttlét megszervezésére, amennyiben a járványügyi helyzet engedi, augusztus 20-a után fognak sort keríteni valamennyi óvodában. Az óvodák nyári zárásával kapcsolatosan a későbbiekben fogják tájékoztatni Önöket. Az óvoda vezetése megköszöni Önöknek, hogy a kialakult járványügyi helyzetben gyermekeik nevelésében helytálltak otthoni körülmények között, hogy partnereik voltak a járvány lassításában, megfékezésében, hogy a bevezetett szabályokat elfogadták és betartották.